és Orsit már fogadta a zene alatt, hogy mi lenne, hogyha az új dalból valamit mutatna nekünk. De várjál, tehát miért kérdeztem én ezt? Azért, mert sosem bírod megállni, amikor van egy jó hangú énekes, énekesnő zenész a stúdióban, hogy te is mindig szereted arra fogadni. És én most lebuksz, hogy nem ismered a Henrynek a slágerét. Igen, de én szeretem, hogy Henry énekel. Igen, és egyáltalán. Na, tudnál ebből valamit nekünk idézni? Mert tudom, hogy zenét nem hoztál, én meg gitárt nem hoztam, úgyhogy ebből tulajdonképpen már csak a kapella. De mikrofonja van. De mindenki ismeri, úgyhogy akkor aki kocsiban ül, aki otthon van, aki dolgozik, az most mind énekelheti vele. Én az ujjammal csettingetek, tessék. Hogy? Minden pillanatban arra gondolok, milyen jól vagyok nélküled. Ennél szebbet, jobbat már nem is kaphatok, annyit mondhatok, ég veled. Come on, yeah. Yeah. Melyik volt az a one time, two time, ugye volt az a... Volt az a Fugees, Fugees dal. Hát én elit hallottuk, köszönjük a tapsvillát, tényleg mindenki nyugodjon meg, üljön vissza az autóba, hagyják abba a táncolás az utakon, komolyan mondom, felháborító, mi lesz itt, hova tart ez a világ? Mi persze tudom, hogy hova tartunk, a YouTube a tizedik, ez az ordinári szerelem, a Klassz 40 sláger listáján. Az érdekelne engem, hogy hogy látod magad így most ezen az úton, most elindultál, mész a saját, végre a saját utadat járod, tök jó, ez hova vezet? És arra gondolok, hogy Kassa Tibi például bevallotta, hogy ő mindig ilyen stadionok előtt akart játszani, nem tudom mi, és hogy volt egy idő, amíg neki leesett az, hogy ez Magyarországon neki nem adatik meg. És meg kellett vele barátkozni. Nagyon helyes volt, hogy ezt elmesélte, és így annyira kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a te fejedben, hol van ennek az útnak a csúcspontja? Hát Kassa Tibivel egyetértek, egyébként most már bennem sincsenek ilyen nagyon nagy stadionok, meg ez teljesen más. Így, ha valaki realistán látja a dolgokat, akkor egyébként annak is örülök, hogy itt ülök, de nem. Megpróbálok mindig ilyen nagyon pici célokat kipakolni magam elé, és azokért dolgozni, és azon az úton járni. Én mindig azt mondom, hogy már jó úton vagyok. Az, hogy hol az út vége, az nyilván nem csak rajtam múlik, meg nagyon-nagyon sok tényezős ez a történet. De májusra szeretném összerakni a nagylemezt, az első náló szóló albumomat. Ezen dolgozunk éjjel-nappal, most a dal után is, és hát remélem, hogy hozhatom majd a következő dalt hamarosan be hozzátok, és azt is szeretni fogja majd a közönség. Én a klasszmagyarokban mindenképp nagyon várom. Illetve a lemezzel párhuzamosan pedig az elsődleges célom, hogy összerakjak egy olyan élő formációt, ami egy picit formabontó. Tehát megmaradok az élő zenénél, mert nyilván nem abból sokaltam be. Igazi hangszerekkel. Tessék! Egy olyan élő zenekart szeretnék összerakni, ahol mondjuk nagyon vagány, nagyon tehetséges, karakteres csajok is vannak. Wow. Nagyon nehéz ilyet találni. Ismerek már. Én is. Több lány egy csapatban. Szerintem. Gondolod? Nagyon-nagyon nehéz, de csajokkal egyébként jó dolgozni. Összehoztam elég csajokkal, képzeld el, Orsi. Igen, igen. Köszönöm, kihagytál. Hát nem adlak, nem képzeled. és ezen dolgozunk, hogy most minden szabad időmet azzal töltsem el, hogy megpróbáljak koncertekre járni és keresni, vadászni olyan tehetséges lányokat, akik jók azon a hangszeren, amit épp keresek. Amiatt az oknis kötözködés miatt, hogy nem akartál néhány pofont leosztani, tehát hogy annyira hülyeség, egy baromság volt az a zok, az tökre helyén van abban a dalban, semmi baja nincs annak. És azt nem érted, mit rúgózik ezen mindenki, nem érezted azt, hogy most már... Nem, pont azért nem éreztem, mert tudom, hogy hülyeség. Ugye? Nem. Na, akkor sem káromkodás nincs benne, mert ugye Jenőnek az volt a problémája, hogy ez egy ilyen prostó szó. A zokni? Eddig, aki problémázott, az mind férfi volt, tehát valahol magára ismertek a szövegben, és valószínűleg ezért gondolták, hogy ez egy pejoratív. Szerintem ebben semmi rossz nincs. Hát vagy lehet az, hogy a párjuk túl sokszor mondta neki még is, diákor volt, na, Jenő, az okni, azt is le kéne venni, az oknit is. Hát azért mégiscsak adjuk már meg a módját. Pont erre gondoltam, és ezért nem tud bántani ez a dolog, de tényleg. Jó van. Imádtunk, Henny, hogy itt voltál nálunk. Komolyan, nagyon szépen köszönjük. Mutasd még egyszer a hasad, csak... Ja, Istenem. Jaj. Jó, még egyszer. Jó, oké. Jó, nem kell beérni, csak most te próbálj meg behúzni az ő hasizmát. Igen. De gyere, üsd meg a sok. Egy nagy kockáig van. De az nagyon kemény. Nem is. Igen, Angelem. Na, mindegy, tényleg köszönjük, hogy itt vagy, és nagyon kíváncsiak leszünk, hogy tényleg hova vezet ez az út, mert nekünk tetszik. Na, a mi útunk az ugye tovább vezet, mert hogy kifutunk az időből, és mit tesz Isten? Running out of time, Király Viktor, a hatodik. Ami volt az ötödik helyen, Dírheni pedig a negyedik, mint a legjobb magyar. Hát most mit mondjak róla, az egész adás alatt itt volt velünk, úgyhogy nagyon köszönjük neki. Édes volt, cuki volt, el is viharzott, úgyhogy a dalt már a kocsiból hallgatja meg, ami nem mellesleg a hét legjobbja. A hét legjobb magyar előadója.
még veled. A negyedik. Mindig imádtam, hogy azok midat ágyba bújás közben magadon hagytad. Zéró teljesítmény, negatív rekord, csak rám vársz végül, jobban szól. Minden szó, oly szép és jó, de kérdezném, hogy hány lánynak mondtad még. Minden pillanatban arra gondolom, milyen jó vagyok nélkülem. Ennél szebbet jobban szeret, és kaphatom, hogy annyit mondhatod, én veled. Szárnyal az idő, ennyi szürke nap, hova menjünk hétvégén? Sik majd a nap. Na ebből elindulj itthon tovább. Én vár az élet, így dobtalak. Minden szó, oly szép és jó, de kérdezném, hogy hány lánynak mondtad még. Az ég veled, mint a legjobb magyar a negyedik helyen ezen a héten. Előkelő helyezés ez a negyedik. A legjobb magyarok az elmúlt hónapokban csak olyan, hát, 8-9-ig tudták feltornászni magukat. Na mindegy, Pharrell Williams érkezik a bronzzal, ami azért fontos, mert ugye premier előtt játszottunk a holnap megjelenő albumáról nektek néhány dalt, egészen hetedik Shakira és Rihanna, Can't Remember to Forget You. Király Viktor a hatodik, Running Out of Time. És az Unconditionally az ötödikre volt jó a héten. Déren időn elbúcsúztunk, ég veled a negyedik. Pharrell Williams, bronzérmes, ez a Happy. Pitbull és Katja, Timberrel a második helyen. Kisállatok után egy nagyasszony az élen ezen a héten, Rebecca Ferguson és az I Hope. Én is remélem, hogy jól éreztétek ma magatokat velünk, kellemesen telt a hétvégétek, és ha gondoljátok, honlapunkon még mindig elérhető a holnap megjelenő Pharrell Williams album, a Girl. Jövő héten meg úgyis jövök egy vadonatúj listával, na hát akkor búcsúzom Rebecca-val. Első, Rebecca Ferguson, I Hope.
jövő.